Az iskolai szezon megkezdésével a reggel és a délutáni órákban jelentősen megnövekszik a forgalom az oktatási intézmények környékén. Ezek a felvételek az Implomnál készültek, melyeken jól látható, hogy a rendőri segítséggel biztonságosabb és gördülékenyebb az áthaladás, melynek az iskolába érkezők is örülnek. Én nagyon jó dolognak tartom, mert nem sokszor szoktak megállni nekünk az autósok, és így könnyű átjutni, és biztonságosabb is. A programhoz egyre több megyei intézmény csatlakozik, mert az elmúlt 10 év tapasztalatai azt mutatják, hogy sokkal biztonságosabb így a közlekedés, ami valamennyiünk közös érdeke. Olyan helyszíneket válogatnak be a programba, ahol nincsen lámpa, tehát nincsen közlekedési lámpa. Hiszen ahol van, ott azt reméljük, hogy a gyerekek már tudják ezt a szabályt, hogy a pirosnál meg kell állni, és a zöldön lehet átkelni. Ilyen formában nyilván szükség van figyelemre. Polgárőrök, rendőrök több helyütt vannak jelen az iskoláknál ilyenkor, és segítik a gyermekeket, de ott azért egy kicsit egyszerűbb a helyzet. Viszont ahol olyan zebrák, olyan gyalogos átkelőhelyek vannak, ahol nincsen lámpa, ott úgy gondoljuk, hogy még inkább elkél a segítség. Bár a zebrazsaru programnak is köszönhetően az iskolák környékén sikerült megelőzni a baleseteket, de utasként ugyanez már nem mondható el gyerekekkel kapcsolatban, ezért itt is szükséges a fokozott elővigyázatosság. Az iskola kezdés időszakában azt kell mondjam, hogy az elmúlt években nem történt olyan személyisérüléssel járó baleset, ami gyermeket érintett volna. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy fokozott figyelem kell, hogy jusson a gyermekeknek a járművezetők részéről és a közlekedők részéről, hiszen éppen a napokban készítettünk egy összesítést, amely azt mutatja, hogy ebben az évben, tehát januártól egészen augusztus végéig több gyermek sérült meg utasként közúti közlekedési balesetben, mint tavaly. Az elkövetkezendő napokban a hónap végéig minden nap legalább 2 gyermek segíti majd a rendőr munkáját.